Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól, szeptember 5-ére és szeptember 6-ára. Én összefűztem a két napot, hiszen az energia nagyon hasonló. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok, de vannak az újak jógái is. Én mutatok egy gyakorlatot, és ennek a gyakorlatnak van egy megnyugtató hatása. Ha vannak belső feszültségek, akkor ez a gyakorlat segít abban, hogy megtaláld a nyugalmadat. A hüvelyk ujjat így befele fordítjuk, a mutató ujjat és a középső ujjat szintén befele átöleljük ezzel a hüvelyk ujjunkat. Tehát marad a gyűrűs ujj és a kis ujj. Ezt így összekötjük egymással, és amikor belélegzünk, akkor kicsit összenyomjuk az ujjainkat, amikor kilélegzünk, akkor kicsit elengedjük. Mutatom a gyakorlatot. És ennek a gyakorlatnak van egy megnyugtató hatása. És milyen hatással vannak ránk a csillagok, ezt most megtekintjük. A hold kihat a hétköznapokra, befolyásolja az érzelmeinket. Az indiai asztrológia szerint a hold a nyilas jegyében van 5-én is és 6-án is. A nyilas jegye szimbolizálja a mozgást, a változásokat, utazásokat, külföldi kapcsolatokat. Tehát ez most lehet egy fő téma. De ez az utazás utalhat belső útakra is. Például egy spirituális területre, de itt kell egy irány. A nyilas jegye az a tűz eleméhez tartozik, utal a bátorságra, a lelkesedésre. Vénusz bolygó az oroszlán jegyében van, szintén a tűz elemében. Tehát Vénusz bolygó és a hold között megvan a harmónia. És Vénusz bolygó kihat a szerelemre, itt megvan a lelkesedés, megvannak a vágyak, a testi kapcsolat, ez a közeledés. Vénusz bolygó utal ránk, hölgyekre is, és itt most lehet mozgás, kapcsolatok, utazások, vagy aktívak vagyunk egy spirituális területen. Mars bolygó utal a férfiakra. Mars bolygó a bika jegyében van, és a bika jegye kihat a férfiakra. Itt a biztonság érzetéről van szó, az anyagiakról, tehát kell rendezni az anyagiakat, de jelenti a pihenést, a nyugalmat, az élet örömet, a szép környezetet is. Mars bolygó és a hold között van egy olyan távolság, ami bizonytalanságokat vált ki a férfiaknál, hiszen felteszik a kérdést, tegyem vagy ne tegyem, nem tudom hogyan tovább. Jupiter bolygó utal az igazságra, vagy jelenthet bírósági ügyeket is. Jupiter bolygó a halak jegyéből jól hat ki a férfiakra, tehát itt van nyeremény, vagy előre mennek a dolgok, vagy megkapják az igazságot. Ami viszont Vénusz bolygót illet, a távolság, Vénusz bolygó és Jupiter bolygó között bizonytalanságokat vált ki nálunk hölgyeknél, vagy egy bírósági ügynél nem mennek előre az események,
vagy ha benne vagyunk egy bizonyos helyzetben, amit úgy érzünk, ez igazságtalan, így nem lehet tudni, hogyan fognak alakulni a dolgok. Merkur bolygó az kihat a kommunikációra. Jó kapcsolatban van Mars bolygóval, ez azt jelenti a férfiaknál, hogy lesz egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Ami bennünket, hölgyeket illet, Merkur bolygó a szomszédban van, a szűz jegyében, hiszen Vénusz bolygó az oroszlán jegyében van, ezek szomszéd jegyek, és ez azt jelenti, hogy itt megvan a közelség, megvan a bizalom, lehet beszélgetés a szomszédokkal, vagy az is lehet, hogy valaki megbízik benned, elmondja a titkait, hiszen megvan a közelség, és megvan a bizalom. Az indiai asztrológiában vannak holdházak. Ötödikén a hold a Mula holdházban van, és ez lefordítva gyökeret jelent. Kell egy hely, ahol le tudunk gyökerezni, kell a biztonság érzete. Hatodikán áttér a hold a Purva Sáda holdházba, és ez nyereményt jelent, ezen a napon lehet tényleg egy nyeremény, és e felett, a holdház felett a víz istene uralkodik, tehát a víz az jelent számunkra valamit. Ez lehet egy patak, egy folyó, vagy egy uszoda, vagy egy tó, lehet a tenger is, egy utazás, egy nyaralás. Ezen a napon, 6-án a hold Nunki csillag hatása alatt áll, és Nunki csillag jelent egy olyan helyet, ami számunkra erőt ad, és jelenleg ez a vízzel áll összefüggésben. Tehát egy kiruccanás, ahol víz van, az nagyon jó hatással van ránk, hiszen erőt adhat számunkra. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!